olyan fiúgyerek voltam, mint egy, szerintem egy ilyen klasszikus fiúgyerek. Igen, tehát ilyen nagy kamaszkoromig verekedtem, bár Zsoltikám, amit említettél verekedést, hogy én a Vennel Gabival összeverekedtem volna, arra pont nem emlékszem, és szegény Gabi már nem is él. Annyit tudok, hogy ez valószínűleg az az időszak lehetett, mikor én kamaszkoromban is utcán verekedős voltam, amikor a punkok, meg a skinheadek, akik ugye Szegeden egy bandába jártak, meg a rockerek, metálosok, mi ilyen lakótelepi rockerek, metálosok voltunk, nem voltak olyan jóba, de akkor már voltak ilyen depes módosok, meg popperek, ugye, akik így dobálták a hajukat, azokat is megmosolyogtuk, de tudom, hogy azért volt ilyen ellentét, és én mindig akkor keveredtem verekedésbe, metálosként, amikor a punkok és vagy skinheadek elmentek mellettünk, és leköpködtek. És akkor ezt azért nem akartam szó nélkül hagyni, de ennek egyébként valószínűleg a fiatal suhanclédhez van köze, nem a zenéléshez. Az én zenélésemhez, ennek a vehemenciának maximum annyiban lehet köze, hogy mindig szerettem ilyen nagyon harsány, nagyon harapós, nagyon kemény, nagyon odamondós dolgokat csinálni, vagy így nagyon csinálni valamit. Tehát, hogy ha nincs értelme a szövegnek, akkor nagyon ne legyen. Tehát van túl szívó, ha lemegy a nap, hány tál tej van a cicid alatt, ott romba, süvöltő hülyeség és értelmetlenség, vagy ha jól zenélünk, akkor zenéljünk nagyon jól, akkor legyenek nagyon komplikált témák, és szerencsére olyan 16-17 évesen már kinőttem abból, hogy egy számba 50 témát beletegyek, mert korábban ilyen verziós volt, mikor elindultunk. De hát az ember mindig azért csinál zenét, hogy megmutassa. És azért, tehát gyerekkoromban valószínűleg ugyanaz motivált ebben, mint szerintem minden más zenészt, hogy tök jó színpadon állni hangszerrel, meg csajok, meg nézik, és hogyha még jó a zene, akkor még remélem otthon is hallgatják. Nálam egy kicsit később jött, hogy azzal gondolatokat is lehet közvetíteni. Én az elején szerintem így leragadtam az életérzésnél, és egész sokáig, 20 éves koromig így volt, hogy ez csak egy életérzés, és annak az átadása. Én arra emlékszem, hogy amikor az első normális klubkoncertjeink voltak, az tényleg a Kiszöbb klubban volt, előtte csak ilyen osztálytermekben, meg iskolai aulákba léptünk föl, és tudom, hogy az ifjúsági házban is volt valami tervezve, de hogy ott akkor valami koponyát még kifestettünk, meg ilyen halálfejeket festettünk ilyen nagy lepedőre, és akkor még se engedtek bennünket fellépni. De az első, ez a klasszikus ilyen underground, már bántóan hangos veretés, ami a mai napig egyébként jellemző az én zenekaromra, illetve a zenekaraimra, az már akkor jelentkezett, és onnan jöttek az első tapasztalatok, hogy ott azért vannak emberek, mozognak emberek, tényleg kíváncsiak ránk. Talán akkor indult az is, hogy elhívtuk a Hevér Gabit, aki azóta egy ünnepelt magyar színész, énekelni a zenekarba, talán még azt nem tudom, hogy ott vagy a másik rock, vagy később rock klub helyszínen léptünk-e föl vele, de az biztos, hogy ott már a Hevér Gabival már próbáltunk azokban az időkben, amikor Kiszöv klubos nyersek voltak. A Júgyúra egyértelműen úgy emlékszem, mint egy közösségi tér, ahol van a büfé is, ahol van zsíros kenyér, vagy éppen pia, vagy éppen ugye hát akkor még lehetetlen mindenhol cigizni, cigiztünk is mindenhol. Meg voltak a próbatermek, volt a raktár, és volt a koncertterem is maga. Tehát én nem hiszem, hogy csak próbálni jártam volna, de nagy valószínűséggel nem is volt olyan nap hosszú ideig, hogy én oda nem menjek le valamiért. Ha másért nem, azért nem, hogy megnézem, hogy ki van lenne a büfébe, vagy ki van lenne a szurdiék próbatermébe, vagy megnézem, hogy mi lesz az a heti műsor. És akkor azért próbáltunk ám rendesen, tehát ilyen heti 2-3-akat is próbáltunk. Ugye nem volt innen nézve, olyan könnyű volt ezt megcsinálni, nem volt senkinek se családja. Nagyjából ilyen fiatal 21-22 éves emberekként, sőt 19 éves korunktól, talán 22-23 éves korunkig ott próbáltunk. Nem is volt kérdés, hogy az egy találkahely. Nem volt mobiltelefon, ha találkozni akartunk a többiekkel, ami nem csak a zenekar volt, hanem az a társaság, aki odajár rockklubba, akkor oda jártunk le. Nekem nagyon sokáig csak az volt a színpad. Szerintem én nagyjából 1993-ig nem is mozdultunk ki Szegedről. Vagy ha úgy tetszik a rockklubból. Tehát még talán a Jatélban sem nagyon, vagy ott is, ha talán évente, két évente egyszer, de a rockklubba lépett föl rendszeresen a nyers, és 200-300 ember néha még annál is több lejött a nyers koncertekre, és nagyon népszerűek voltunk. Nekünk pedig olyan extázist okozott, és az nekem azért volt nagyon fontos abban az életszakaszban, mert akkor az az élmény, amit ott megértem a zenéléssel, az nekem nagyon
nagyon sokat adott ahhoz, hogy egyéb más tudatmódosítószerekhez ne forduljak. Tudom, hogy Szeged amúgy egyébként a drogok fővárosa, és engem is mindennel kínáltak, de az, hogy nekem annyira nem jött be, vagy soha nem éreztem olyan katarzist egyiktől sem, mint magától, a zenéléstől, a dalírástól, és az, hogy tudom, hogy lemegyek a rockklubba. A mai napig képzeld, úgy írok számokat, hogy mikor eszembe jut egy dal, akkor még ha nem akarom, akkor is ösztönösen az villan be, hogy ahogy a rockklubba állva a színpadon játszom, ahhoz mit szólna a közönség. Tehát ez az első benyomás. Tehát annyira meghatározó volt egyébként az én zenei vagy alkotói szocializálódásomban is az a helyszín. Ugye ilyen fiatalon, hogyha egy-két éve fiatalabb valaki nálad, akkor az egész nagy korkülönbségnek számít. Ez már szinte ilyen generációs gap, és hogyha valaki egy éve ott zenélt már rockklubba, de egy hónapja jött egy más valaki, az tényleg zöldfülűnek számított. És én emlékszem, hogy ugyan tanítottam, hogy említetted, a Narozsnik Ferit is tanítottam gitározni, meg több mindenki mást is, sőt, meg a Dula Sancikát is egyébként, Dula Sancika is jött, sőt, az első, a klasszikus, amin az első nyers lemez felvételre került, azt a fehér Fender Stratocasteremet, azt neki adtam, mert nem tudom, megvan-e még neki. De hogy nekem nem az jutott eszembe, hogy én tanítok, hanem az, ami később szerintem az én életemet egészen jó rendbe tette. Az öntelt, hiszt is beképzelt, erőszakos, köcsög, hülye gyerekből lett egy olyan ember, aki rájött arra, hogy adni a legjobb. És hogyha adsz, akkor nem kell mással foglalkozni. És tulajdonképpen soha nem kell mással foglalkozni, azzal nem kell foglalkozni, hogy te mit kapsz, hanem azzal, hogy mit adsz. És hogyha úgy állsz ki a színpadra, hogy te mit adsz, és persze örülünk annak, hogyha azt elfogadják, vagy úgy állsz hozzá, hogy én mit tudok átadni abból a kicsiből, ami megvan nekem, és mit tudok megosztani, soha nem féltem attól, hogy mi lesz az, hogyha más is tudja, amit én tudok, vagy másnak is lesz annyi. Szerintem az életnek ez egy zsákutcája. Ismerek olyan gitárosokat, vagy akármilyen zenészeket, akik elfordulnak, és úgy játszanak, hogyha olyan figurát játszanak, ami így rájuk jellemző, hogy más lenéz, vagy lenézze róluk, hogy játsszák. A világ pitián elségének tartom ezt, és soha nem éreztem, és nem is fogok így érezni. És ez már akkor is meg volt bennem, hogy hát persze, amit én tudok, azt így miért hoztanám meg, vagy miért használd az erősítőmet, vagy a bármimet. Mondjuk ahhoz ragaszkodtam, hogy ezt meg kell velem beszélni, a bárminek a használatát, de lehetett használni. Azon spekulálok, hogy létezhet-e még ebben a korban egyébként egy olyan közösségi tér, ami akkor biztos sok létezett ilyen különböző helyeken az országban, vidéken is, meg a fővárosban is, de hogy vajon létezhet-e ilyen megint. És nem vagyok benne biztos, hogy igen. Tehát olyan személyes kapcsolat volt, hogyha akkor megkérdezik, hogy te szereted a Révi Zsoltit, vagy szereted a Szurdit, és azt mondom, hogy faszom tudja, nem gondoltam még soha erre. De így innen visszagondolva, hát dehogy is nem. Tehát ott volt bennünk az, hogy kurvára szeretjük egymást, és így együttműködünk, és mi ott tényleg egy társaság, egy közösség vagyunk. És ha akkor is lett volna ez, akkor lehet, hogy soha nem kerülünk egymással ilyen személyes kapcsolatba, és akkor nem tudunk egymásra így odafigyelni. Mert az, hogy fölnéztünk egymásra, vagy tanultunk egymástól, ez nem csak annak köszönhető, hogy mi észrevettük azt, hogy mi egyik tulajdonképpen szerettük, meg tiszteltük egymást, hanem az, hogy egyáltalán észrevettük azt, hogy mit tud a másik, vagy mit csinál a másik, meg érdekelt bennünket, hogy mit csinál a másik. Figyeltük, hallgattuk. Ma már nem érdekes, bevallom engem se, és lehet, hogy az életkori sajátosság, de attól tartok, hogy sajnos nem, inkább a korszaknak a sajátossága, hogy állandóan virtuális terekben vagyunk jelen, és nem úgy, mint ahogy most beszélhetünk. Én nem tudom, hogy a mai 18-20 éveseket, vagy 15 éveseket vonza a gitár. Tényleg nem tudom. Azt tudom, hogy az én kisgyerekeimet egyébként igen, de lehet, hogy azért, mert ezt látják itthon. Attól tartok, de ez lehet, hogy kis hitűség, hogy nem mi, érted, 50 évesen fogjuk oda vonzani a 20 éves kölköt, hanem ha van egy nagy gecire vagány 20 éves gitáros gyerek, akire egyébként buknak a csajok, és akkor a gitáros gyerek után levegy 4-5 lány az osztályból, a 4-5 lány után levegy még 10 másik, és elkezdenek ők is énekelni, meg zenén tanulni, vagy dobolni, vagy bármi, és akkor az így bevonza, szerintem valami ilyesmi kulcs lehet, hogy én abban hiszek, hogy nyilván mindenki a saját, én meg szerintem mi legfeljebb Szurdi Zsoltok lehetünk ott, ha oda megyünk, de mi nem lehetünk azok, akik egyébként oda levonzák a fiatal erőtől, ötletektől kicsattanó, csajozni vágyó fiúkat, lányokat.